az a lényeg, hogy itt a fej mögé bevágunk. Most akkor levágod a fejét, ugye? Igen. Hát nem kell levágni, nem feltétlenül fontos. Itt van a gerincoszlop mente, ez a csík, a bőrön lévő csík szoktam mutatni. Tehát ezen a ment... Ez oldalvonal? Igen. És akkor így lényegében végighaladunk a gerincoszlop mellett. Szép nagy ha. Itt vágunk egy vonalat. Akkor lényegében annyit csinálunk, baromira egyszerű, hogy egyszerűen csak bevágunk a csont mellé, és hagyjuk, hogy a késünk dolgozzon, így csak végighúzzuk. És mindig halljuk, hogy annyira közel vagyunk a csonthoz, hogy szinte egy ropog. Tehát a csont felületét karistoljuk. És mit kell tudni a tilápiáról? Igazából nagyon-nagyon egészséges, egy prémium minőségű hal, és tehát sokkal magasabb kategóriájú, mint például egy norvég lazac, vagy egy tőkehal, tehát igazi prémium minőség, nagyon szeretem. És hogy tehát az a jó a lapos halaknál, hogy nem kell kiszálkázni, tehát egyszerűen csak tényleg lefejtjük a halat a csontról, és még egy életlen kés segítségével is sikerült. Tehát, és hogy érdemes elkészíteni? Tehát mit az acot, hogy csak éppen hogy megsütni, aztán... A bőrét mindenféleképpen le kell szedni, és serpenyőben le kell pirítani a két oldalát, majd kevés vajjal akár átforgatni. Jó, tehát ő a filénk. Ilyenkor célszerű és érdemes kicsit megvágni a széleket, lehúzni a bőrét a késsel, és egyszerűen csak serpenyőbe tenni, kimérni, kiadagolni. Ha megnézitek, akkor itt van a csont. Tehát a csont mentén vágtuk le a halnak a húsát, gyönyörű szép húsa van. Egyszerűen nagyon hálás alapanyag, vétek elrontani